Jótékonysági almaszüret, közéleti szereplők népszerűsítették Nagykállóban a szabolcsi almát. Római katolikus bölcsőde, a 600 millió forintból épült három csoportszobás intézmény 42 gyerek ellátására alkalmas Máté Szalkán. Gyepmester helyett állatorvos. Balkány önkormányzata a rászoruló gazdik számára ingyenesen lehetővé teszi a kutyák ivartalanítását. Jótékonykodás és az almafogyasztás népszerűsítése kettős célja volt a csütörtöki nagykállói rendezvénynek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A diplomata szüret adta az ötletet az őszköszöntő jótékonysági szabolcsi almanap életre hívásához. A kezdeményezés kapcsán megszervezett jótékonysági almaszüreten közéleti szereplők vesznek részt, akik csapatokat alkotva egyfajta verseny keretében szedik az almát. A gyümölcs a vármegyében állami gondoskodásban élő gyermekekhez jut el. Hatodik alkalommal szervezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal az őszköszöntő jótékonysági szabolcsi almanapot, ahová már évek óta többen visszajárnak a meghívott vendégek közül. Az almaszedő csapatok tagjai a jótékony célt szolgáló kezdeményezésen való részvételük által valamennyien hozzájárulnak a szabolcsi alma népszerűsítéséhez is. Nekünk ebben a programban fontos együttműködő partnerünk a megyei gyermekvédelmi intézményeknek a hálózata. Rájuk szoktuk azt bízni, hogy mely intézményekbe, mely helyekre hogyan jusson el. Sőt, azt is meg szokták szervezni kollégáink, hogy ez ne egyszer érkezzen meg ez az alma mennyiség, hanem hogy a tárolási nehézségek miatt. Én úgy gondolom, hogy több száz gyermekhez eljut, és hónapról hónapra tud a számukra a téli időszakban biztosítani egy egészséges gyümölcsöt. A program Érpatakon kezdődött, majd jótékonysági almaszürettel folytatódott, Bölcskei György tulajdonos felajánlásából a Nagykálló tész almás kertjében. A résztvevők az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 20-30 konténer almát szedtek le. Nagy megtiszteltetés számunkra, különösen az, amikor át tudjuk adni azoknak a gyerekeknek, akik ezt igazán őszintén és szívvel fogadják és meghallják, és ez nagy öröm, és tudunk nekik beszélni arról, hogy hát milyen nagyon fontos termék ez az alma, és kell, hogy egész életükbe elkísérje, hiszen az egészség egyik legfontosabb alapja. 2024 egy extrém évnek számít a mezőgazdaságban, így az almatermesztésben is. Az évelei fagyokat követően a tavaszi csapadékoknak köszönhetően elkezdtek bizakodni ugyan a gazdák, de az utóbbi időszakban az öntözetlen területeken komoly almahullások kezdődtek, emiatt a gyümölcs nagy része ipari feldolgozásra kerül. Sajnálatos módon az időjárás az nem kedvezett ebben az évben sem az almának sem, és más kultúrnövénynek sem. Ugye a szárasság az rányomta a bélyeget a megye gazdaságára. Reméljük, hogy az almatermés az olyan lesz, hogy minden családnak az asztalára elég fog jutni belőle. Sőt, mi több, szívesen visszük az almát Budapestre és az ország többi tájaira, mert a szabolcsi alma az értékes és finom. A jótékonysági almanap egyik célja a vármegyei agrárium egyik értékének, a szabolcsi almának a népszerűsítése. Nagyon fontos a reklám. Mindenütt, tehát látjuk azt, hogy a Magyarország szőlőtermesztésében mennyi pénzt fordítanak reklámra, és milyen jó a szőlő, a bortermelésünk, hogy felfutott. Én azt gondolom, hogy az alma fogyasztást is lehet forszírozni, lehet támogatni, és hogyha egy jó marketingje van, akkor én azt gondolom, hogy szinten lehet tartani a fogyasztást. A 2024-ben megszervezett közösségi program is a jótékonyság jegyében telt el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt négy szabolcsi férfival szemben, akik valótlan számlák kiállításával és felhasználásával 1,3 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az ügy első rendű vádlottja építőipari vállalkozóként dolgozik, a munkákat részben saját gépeivel és alkalmazottjaival, részben pedig ismeretlen személyekkel és gépekkel feketén végezte. A könyvelésébe el nem végzett munkákról kiállított valótlan
méltatlan tartalmú számlákat állított be és számolt el bevallásaiban. Ezzel 2015 és 2022 között közel 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A főügyészség egyességet kötött a nyugdíjas korú vállalkozóval, aki terhelő vallomást tett társaira és megfizette az 1,3 milliárd forintot, továbbá vállalta 87 millió forint pénzbüntetés megfizetését is, ezért a főügyészség vele szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. A számlagyárat működtető másik három férfival szemben a főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés, valamint több millió forint pénzbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy őket a bíróság évekre tiltsa el gazdasági társaság vezetésétől. Római katolikus bölcsőde épült Mátészalkán, a több mint 600 millió forintos beruházás fedezete két vissza nem térítendő uniós támogatásból, valamint állami forrásból tevődött össze. Az új intézmény 42 gyermek ellátására alkalmas. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. Ünnepélyes szalagátvágással adták át Mátészalka új bölcsődéjét. A beruházást két vissza nem térítendő támogatás, valamint magyar állami költségvetési forrás fedezte. Ez a bölcsőde egy pályázat útján jött létre, egy RFS pályázat útján. A Széchenyi katolikus, német nemzetiségi és kéttannyelvű, angol kéttannyelvű általános iska és óvoda pályázott, és 603 millió 450 ezer forintot nyert el bölcsőde építésére. A 475 millió forintos Európai Uniós támogatást a kormány az ÁFA összegével 128 millió forinttal egészítette ki. A három csoportszobából álló családbarát, korszerű, energiatakarékos épület jelenleg 30 fővel indul, de 42 gyermek ellátására alkalmas. Fülöp Attila szerint az új bölcsőde átadása nem csak a mátészalkaiak számára ünnep. Én azt gondolom, hogy a magyar nemzet sorsa azon múlik, azon függ, hogy megszületnek azok a gyerekek, akik majd a jövőben is fenntartják ezt a nemzetet. Most itt Mátészalkán örülünk és ünnepünk egy bölcsőde átadót, de minden magyar családnak ünnep az, hogy új lehetőség nyílik itt, új lehetőség nyílik arra, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek. Ezek a gyermekek fogják fenntartani a magyar sorsot, a magyar nemzetet, ezért minden egyes bölcsődei átadó annak az ünnepe is, hogy hiszünk a jövőben és hiszünk a magyarságban, hogy a jövőben is fent tud maradni. Szabolcs-Szatmár-Berekben jelenleg 99 településen van bölcsődei ellátás. 10 évvel ezelőtt egy ilyen intézménye volt Mátészalkának. Hanusi Péter elmondta, kitűzött cél volt, hogy javítsanak ezen a helyzeten. Ha megszületett egy gyermek Mátészalkán, a gyakorlat az volt, hogy azonnal beiratták a bölcsődébe, hogy 2,5-3 éves korában tudjon jönni bölcsibe. Ehhez képest most ott tartunk, hogy a tavalyi évben átadtunk egy új önkormányzati bölcsődét is, a görög katolikus egyház is átadott egy bölcsődét, és hála Istennek most a római katolikus egyház is csatlakozik ez, tehát ma már összesen 4 bölcsőde van Mátészalkán. Az energiahatékonyság növelése céljából az épülethez napelemet, levegő, víz, hőszivattyú rendszert terveztek, de az akadálymentesítést is biztosították. Az új bölcsödét az ünnepélyes átadáson Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. A családról a II. Vatikán zsinat azt mondja, hogy a legkisebb egyház, az ekléziola, az egy család. Ott már megjelenik az egyházi közösség, és a családoknak úgy tudunk segíteni, hogyha igyekszünk terheket levenni a vállukról, a legkisebbekről a bölcsődével, az idősekről pedig a szociális otthonok fenntartásával igyekszünk segíteni. Koncz Zsófia államtitkár kiemelte, hogy ma 3,5-szer annyi településen működik bölcsőde, mint 2010-ben. Felhívta a figyelmet arra, hogy újból elérhető a bölcsődei térítési díjtámogatás. Azok a családok, akiknek szeptember 1-én ugye bölcsis a gyermeke, ők tudják ezt igényelni, és ugye itt havonta akár 50 ezer forintos támogatást is tudnak igénybe venni. Arra kell gondolni, ami a bővítés és egy nagyon fontos dolog, hogy most először önkormányzati fenntartású bölcsödék
ben is igénybe tudják venni ezt a támogatást. Eddig ilyen nem volt, amikor korábban futott ilyen támogatási program, akkor az önkormányzati fenntartású bölcsödék kiestek ebből a körből. Az egyszülős családok esetében akár 65 ezer forint is járhat. Ennek igénybevételéhez a Magyar Államkincstár weboldalán találhatók meg információk. A Kölcsei Televízió stábja legutóbb körülbelül egy hónapja mutatta meg a Nyíregyházi Állatpark Puma 3-as ikreit. Ők a Jégvilág külső kifutó rendszerének első állatbébiei. Azóta már szinte kamaszkorba léptek, de másfél-két éves korukig itt lesznek, csak ivaréretten költöznek majd másik európai állatkertbe. Addig azonban még a nyíregyházi látogatók szeme előtt cseperednek. Lassan a hármas ikrek most már fél évesek lesznek, és most vannak abban a korban, hogy igazi kis tinites alkatuk van, megnyúlt melső és hátsó végtagokkal rendelkeznek, és a legfőbb tulajdonság az, hogy elbúcsúztak az anyatejtől, átálltak a szilárd takarmány fogyasztására. Ez most napi szinten ilyen 20-30 dekányi csirkehús jelent, de ivarérett korban akár 3-4 kiló is lehet majd ez. Általában alkonyatkor és pirkadatkor sokkal aktívabbak, és ilyenkor napközben pihengetnek, de ez teljesen normális, hiszen a pumáik ház a táján, ez jellemző. A gyepmesteri telepeken mindössze 45 napig kötelező tartani a kutyákat, helyhiány esetén azonban elaltathatják az állatokat. Balkány önkormányzata úgy döntött, a költségvetésből elkülönít 2 millió forintot ivartalanítási célokra, amelyet szeptember 30-áig rászorultsági alapon lehet megpályázni. Az önkormányzat célja, hogy csökkentsék a kóbor állatok számát, valamint segítsék a már így is túlterhelt gyepmesteri telepeket és állatmenhelyeket. Ezek a kutyák azért kerültek erre a menhelyre, mert az állattartási kultúra Magyarországon még mindig gyerekcipőben jár. Rengeteg a kóbor állat, amelyek befogása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, nyilatkozta televíziónknak dr. Tóth János, Balkány jegyzője. Próbáljuk a befogott állatokat elsősorban civil szervezetekhez, menhelyekhez juttatni, viszont ők állandó teltházzal működnek, úgyhogy nagyon-nagyon kevés esetben tudnak sajnos segíteni. Ezért az önkormányzat, hogy megfeleljen az állatvédelmi törvényben, illetve a kóborevek befogásáról szóló kormányrendeletben írtaknak, kötött egy szerződést egy gyepmesteri teleppel, és a gyepmesteri telephez juttatjuk el a kutyákat. Viszont ez az évi 20-30 kóborkutyával számol, hogy bizony ilyen 1-2 milliós költséget jelent. Ezért tavaly úgy döntött a képviselőtestület, hogy akkor megpróbálunk inkább a probléma kezelése helyett a megelőzésre összpontosítani, és egy 2 milliós keretet elkülönítettünk ivartalanítási célokra. Hozzátette, néhány évvel ezelőtt a Magyar Falu program keretén belül az 5000 fő alatti települések pályázhattak ivartalanítási támogatásra, így a 6000 lelkes Balkány nem tudott részt venni ezen. Tavaly kísérleti jelleggel indították el a projektet, amelynek révén 27 kutyát tudtak ivartalanítani. Idén bővítették a jogosultak körét azokra, akiknél a háztartásban egy főre jutó jövedelem nem éri el a garantált bérminimumot, amelynek nettó összege 216.800 forint. Megkérdezetteknek általában ez a kifogás az ivartalanítással szemben, hogy drága és nem tudják megvalósítani, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel tudnánk segíteni. Gyakran elhangzik még kifogásként az, hogy egyesek ezt állatkínzásnak vagy csonkításnak tekintik. Hát őket próbáljuk meggyőzni arról, hogy ez még mindig humánusabb módja a felesleges szaporulat kezelésének, mint az, hogyha feleslegesen megszületett almokat például egy erdőbe kihajítják, vagy nagy Isten helyszínen nagyon ütik. Ugye arról nem beszélve, hogy ez utóbbi cselekmények bűncselekménynek is minősülnek, úgyhogy ezt mindenképpen el kellene kerülni. A jegyző hangsúlyozta, az állatmenhelyek és a gyepmesteri telepek véges kapacitással működnek, ezért téves elgondolás, hogy a felelőtlenül szaporított kóbor házi állatoknak előbb-utóbb valaki gondját fogja viselni. Ugye fontos tudni, hogy a gyepmesteri telepeken 45 napig kötelező tartani a kutyákat, 45 nap után, hogyha helyhiány van, akkor elaltathatják az állatokat. Úgyhogy az állatvédők mindenképpen azt szolgálmaznák, hogy ne a gyepmesteri telep legyen a megoldás, hanem a megelőzés. Úgyhogy szerintem ezt minden településen meg lehet valósítani, nagyjából ugyanazért az összegért, amennyiért a gyepmesteri szerződést meg lehet kötni. És igazából arról nincs szó, hogy ingyenesen az önkormányzat kifizeti ezt a szivartalanítást az eljáró állatorvosnak. Mi is árajánlatokat kértünk, és a
feladatot, legolcsóbban vállaló állatorvossal bonyolítjuk majd le ezt a feladatot. Balkány önkormányzata szeptember 30-áig várja a kutyaivartalanítással kapcsolatos kitöltött nyomtatványokat, valamint a szintén most esedékes ebösszeírással kapcsolatos dokumentumokat. Ezt követően az állatorvos háztól házig szállítja a házi kedvenceket, akik az ivartalanítás mellé csippet, veszettség elleni oltást és védőgallért kapnak. Az önkormányzatok mellett civil szervezetek is igyekeznek segíteni a rászorulókon. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szeptember 12-től 300 kisállat ivartalanítására hirdetett pályázható keretet, amelyből az ország bármely pontjáról igényelhetnek az alacsony jövedelemmel rendelkezők. Nyíregyházán szombaton és vasárnap rendezik meg a hagyományos tirpák fesztivált, ezért szombaton útlezárásokra kell számítani a belvárosban. Reggel 6 órától este 9:30-ig a Szabadság tértől a Samassa téren át a járásbíróságig tartó útszakaszt le lesz zárva. Este 6 után pedig a Lutherháztól a járásbíróságig tartó szakaszt is lezárják. A klímaváltozás jelentős hatással bír a szúnyogok megjelenésére, hiszen sokkal könnyebben telelnek át, vagy egyre gyakrabban jelennek meg inváziós, idegen honosfajok is hazánkban, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Hörcsik Zsolt főiskolai docens. Magyarországon is vannak olyan szúnyogfélék, amelyek komoly betegséget is terjeszthetnek. A védekezés nagyon fontos, ezért a jó megoldás egy komplex szúnyoggyérítési stratégia lenne, ami hosszú távon hatékonyabb és áldásosabb, mint a manapság használt kémiai gyérítési módszerek. Világszerte 3500 szúnyogfaj él. A klímaváltozás jelentős hatással bír a megjelenésükre, hiszen például sokkal könnyebben telelnek át, vagy egyre gyakrabban jelennek meg inváziós idegen honos fajok is, mondta el 35 perc című műsorunkban dr. Hörcsik Zsolt főiskolai docens. Az előbb említett nemzetségek eleve máshol szeretnek költeni. Tehát van, amelyik szereti a csatornákat, a viszonylag nyíltabb vizeket, de például az édesfajok és közöttük a említett inváziós fajok, azok például konténerköltők. Tehát azok egy temetőben lévő vázában, egy virágcserében, egy madáritatóban, pangóvízben vagy ilyesmiben minden további nélkül túlélnek. A viselkedésük is rendkívül eltér a klasszikus hazai fajoktól, a dallos szúnyogtól, gyötrő szúnyogtól, mert nem a megszokott hajnali időszakban, illetve napnyugtakor csípik, illetve szívják az emberek, illetve a közönségnek a vérét, hanem tűző napon, akár 35 fokon egészen-egészen megváltozott a szúnyogoknak a megjelenése, amíg régebben egy március végétől szeptember végéig tartó időszakot tarthatunk nagyon szúnyogos időszaknak. Azért ma már különösen az invazív fajok esetében, viccen kívül mondom, akár már februárban is találkozhatunk velük, és október végéig, november elejéig is kiterjedhet a megjelenésük. Hazánkban is vannak olyan szúnyogfélék, amelyek betegségeket is terjesztenek. Az invazív fajok közül biztosan tudjuk, hogy néhányuk kifejezetten jó vektor különböző kórokozóknak. Ezeket nagyon sok fajta szempontból lehet csoportosítani. Van néhány nagyon rossz hangzású betegség, amit terjesztenek, a dengiláz, vagy például a chikungunya, de rengeteg más betegséget, ugye a nyugatnilusi láznak a vírusát is terjesztik, illetve bizonyos férgességeket is képesek a szúnyogok terjeszteni. Tehát eleve ez rendkívül nagy probléma, de azért ez nem ennyire egyszerű. Tehát ahhoz, hogy ezek a szúnyogok ezeket a betegségeket terjeszteni is tudják, hát ahhoz először is kell maga a kórokozó. Tehát a kórokozót, azt eddig jellemzően, ha valaki ilyen egzotikus betegséggel fertőződött meg az országunkba, azt általában külföldről hozta haza. Ugye sok helyen nyaralunk, most már minden további nélkül elmegyünk Dél-Kelet-Ázsiába, Dél-Amerikába, érdekelnek minket a dzsungeltúrák, tehát egy csomó helyről ezeket viszonylag könnyű hazahozni. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Franciaországban, Spanyolországban már autochton módon is megjelent a dengiláz, ami azt jelenti, hogy azt már nem külföldről cipelték be az országba, hanem
az adott országban már ugye volt egy olyan populáció, aki hordozta a kórokozót, azt megcsípte egy szúnyog, az megcsípett egy másik embert, tehát kialakult már egy ilyen kis kör, ami nem a világ más tájáról érkezett, hanem már ott lépett föl. A főiskolai tanár hozzátette, nem az a baj, hogy hazánkban vannak olyan szúnyogok, amelyek ilyen betegségeket terjesztenek, hanem a jelenlétük lehetővé teszi azt, hogy itt még nem lévő kórokozókat terjesztenek később. Elmondta, a védekezés nagyon fontos, ezért a jó megoldás egy komplex szúnyoggyérítési stratégia lenne, ami hosszú távon hatékonyabb és áldásosabb, mint a manapság használt kémiai gyérítési módszerek. A szakember azt javasolja, szüntessük meg a ház körüli pangóvizeket, használjunk szúnyoghálókat, szúnyogriasztókat, akár természetes módszerekkel, különböző illatokkal, vagy a biológiai védekezés is segíthet. Három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli csapat lép pályára szombaton a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának harmadik fordulójában. A vármegyei első osztályban szereplő Tarpa szombaton a Bács-Kiskun vármegyei osztálytárs Harta Essét fogadja. Az NB1-es Nyíregyháza Spartakusz az NB2-es Vasashoz látogat, a másodosztályú Kisvárda pedig az NB3-as harmadik kerületi TVE vendége lesz. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jótékonysági almanapon népszerűsítették csütörtökön Nagykállóban a vármegye egyik jelképének számító gyümölcsöt. A rendezvényen közéleti szereplők csapatokat alkotva egyfajta verseny keretében szedik az almát. A Nagykálló Tész almás kertjében leszedett gyümölcs a vármegyében állami gondoskodásban élő gyermekekhez jut el. Átadták a Máté Szalkai Széchenyi István katolikus német nemzetiségi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola, óvoda és bölcsőde új intézmény egységét. A 600 millió forintból elkészült létesítmény 42 gyerek ellátására alkalmas. Az új bölcsődét Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. A gyepmesteri telepeken mindössze 45 napig kötelező tartani a kutyákat, hely hiány esetén azonban elaltathatják az állatokat. Balkány önkormányzata úgy döntött, a költségvetésből elkülönít 2 millió forintot ivartalanítási célokra, amelyet szeptember 30-áig rászorultsági alapon lehet megpályázni. Szeptember 13-án pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel jelentkezünk majd. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Szombaton erősen felhős vagy borult idő várható, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Nappal kisebb mennyiségű csapadék valószínű hazánk nagy részén, majd estétől ismét kiadós eső érkezik északnyugat felől. Napközben 10 és 16 fokig melegszik fel a levegő. Vasárnap délelőtt eső várható hazánk nagy részén, délutántól csökken a csapadék intenzitása és területi kiterjedése. Napközben 10-16 fokot mérhetünk.